2023-ban az év ipari parkja címet a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Nemzeti Befektetési Ügynökség Makónak ítelte oda. Az ezzel járó elismerést Farkasi Erzsébet polgármester vett át a fővárosi vigadóban az év befektetője gálán. Egy év elteltével talán ennek is köszönhető az, hogy a Benepak Hungary Kft. Városunkat választotta, és itt építi fel alumínium dobozokat gyártó üzemét, melyhez egy 10 hektáros területet vásárolt meg Makóváros önkormányzatától az ipari parkban. Farkasi Erzsébettől megtudtuk, hogy egyre több befektetői igény érkezik további területek hasznosítására, ezért Lázár János építési és közlekedési miniszter javaslatára egy hatástanulmányt végeztek, hogy hogyan tudják megfelelően bővíteni az ipari parkot. 2024. március havi rendes testületi ülés keretében előterjesztésben fog megjelenni, hogy az MVM ZRT az ipari park területén, egy közel másfél hektáros területen alállomást szeretne létrehozni, annak céljából, hogy növeljük tulajdonképpen az áramszolgáltatás kapacitását az ipari parkban. Nyilván ez azért is fontos, hogy az új befektetőknek, illetve a már az ipari parkban lévő cégek, akik szintén az elmúlt években nagyon sok kapacitás bővítést hajtottak végre, számukra teljes körűen tudjuk biztosítani az villamosenergia kapacitást. A polgármester hozzátette, jelenleg körülbelül 30-40 hektárnyi területet tudják növelni az ipari parkot.